Sziasztok, itt Amúr és az Agrarian Skies végijátszás, hú, talán negyedik része, már nem vagyok benne biztos. Felvetetted az új skin? Piszok régen, azon agyalok, meg várom az esőt, mert az aktuális questhez, vizes hordókba bele kellene dobálnom a dustot, hogy agyag legyen. Hát vártam az esőt, vártam az esőt, erre, természetesen most már van eső, nagyon jó, nagyon király. Mire rájöttem, hogy itt van nekem víz, és mivel annyi agyagom volt az első után, hogy egy vödröt, egy agyagvödröt tudtam csinálni, és kinnomban mindent csináltam, horgáztam, 10-12 halat kifogtam, kisütöttem, megettem, tehát tényleg az életcsikommal túl sok volt, nincs, lassan megint elfogynak mondjuk a halak. Sőt, már azt is kitaláltam, hogy nem kell nekem felhasználni az összes bone mealt ahhoz, hogy fákat folyamatosan növesszem, egy kicsit lassabb módszer, de ha víz mellett van, hoppá, ha víz mellett van, akkor magától is kinő, és meg is történt már jó párszor, és azokat szedtem le, tehát bone meal mentesen is gyártottam a fákat, és a lombot üdöttem, mint az őrült. Na mindegy, mire rájöttem, hogy vödörrel is lehet szedni vizet és odavinni a hordókba, akkor rá esik az eső, nem baj, van egy csomó hordónk még, azokat már nem kell megtölteni, mert már tele lett ettől a szakadó esőtől, hál' Istennek. Na igen, szóval ugyebár az utolsó részben ott fejeztem be, hogy rotten heartot kaptam. Rotten heartot kaptam quest itemként ajándékba. Ez is milyen jó dolog, fogalma nem volt róla, hogy ilyen van. Ó, megörültem, egy plusz élet, megjobb kikkeltem, és jól meghaltam, mivel ezt kétszer is elkövettem, de ezt szerintem láttátok. Utána olvastam utána, hogy miről szól ez az egész, hogy ha ráviszed az egérkurzolót, akkor a hamis szíveken látszik, oda van írva, rotten flesh, ne edd meg, mert meghalsz. Na hát, én nem olvastam, én csak jobb kikkeltem, mindegy, tanultam belőle. Most nagyjából ott járok, mint ahol ezt a hibát elkövettem. Sőt, talán egy questtel előrébb, tehát nem lehet, hogy késő kapcsoltam be a felvételt. Csináltam kis slab furnace, ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy kell. Ugyanúgy kell csinálni, mint a normál furnace, csak egy kicsit gazdaságosabb, mivel itt mindennél meg kell küzdeni, ezért nem akartam elpazarolni 8 követ egy furnace-re. Ez 6 kőből kijön, ugyanis 6 fél kőből, slabből tudjuk csinálni ugyanúgy körbe a workbench-en vagy crafting station-en, teljesen mindegy. Az aktuális questünk tehát az lenne, mutatom is, hogy igen, tehát a halast megcsináltuk, ez lenne, ez a melting stone. Tehát egy unfired clay bucket, ez már megtörtént, sőt, be ki is ütöttem, hogy tudjak vele vizet vinni a fákhoz, illetve a vödrökbe is, de hát azóta esik az eső, úgyhogy ez már nem aktuális. Meg kell csinálni egy ilyen unfired crucible-t, ebbe tudunk majd lávát csinálni kövekből. Csak annyit kell, hogy alágyújtunk valami a, akár bármilyen égő blokk. Jó nekünk, tehát nagyon sok minden nem tudunk az elején csinálni, egy fákja is megteszi nagyon lassan, de a kőből lávát csinál. Mihelyt van lávánk, akkor már királyság van, mert tudunk koblét gyártani, vagy akár követ, sima követ, tök mindegy, hogy mondjuk. Tehát most azon vagyunk, hogy mivel lombokból és egyéb rothadó dolgokból tudunk csinálni dörtöt, és csináltunk is már párat, azokat áttörve többször a kalapáccsal, szerintem odáig eljutottam az előző modba, úgynevezett dustokat tudunk csinálni. Ez a dustokat a vízzel teli hordóba belerakjuk, akkor pedig agyag lesz belőle, látjátok, rögtön ott van. Ready clay, ready clay, ready clay, ready clay, és még mindig van kettőnk, de ezeket szedjük ki. Jobb klikkelünk, és már is megy bele az esővíz rögtön újra, de van nekünk itt esővízzel telt hordónk még bőven, úgyhogy fogunk tudni haladni ezzel. Ennyi. Hát jelen pillanatban ennyi van, itt annyit tudunk csinálni, hogy ezt a klét kirakjuk és ütjük, mint az őrült, mert mi ilyen ütősek vagyunk. Szíjjel verjük. És akkor mi lesz belőle? Sok-sok kis klé. És abból tudunk sütögetni, mint az állat. A következő questhez is kell lesz, tehát azért csináltam ennyi vizes hordót, ugye nem jöttem rá egyébként. Meg közben kibővítettem egy kiset a placot, az egy questre várként
ilyen Blackstone brickseket kaptam, de még van Glowstone bricks is, meg Lapis Lazuli bricks is. Nem tudom, hogy azokat vissza lehet-e alakítani, meg obszidián is. Ha vissza lehetne valahogy alakítani, mert azt hiszem, hogy az speciális kraftasztal kell, akkor király lennék, mert lenne egy csomó lapiszom, meg obszidiánom, de sajnos nem leszünk királyok. Na, megvan a clay. Én úgy emlékszem ennek a kütyűnek a receptjére, hogy így. De akkor rosszul emlékszem. Na mindegy, hát ezt meg kell nézni, mert igazából azt se tudom, hogy hogy hívják, úgyhogy questbook. És ez egy Unfired Crucible. Crucible. Na nézzük Crucible, hogy kell téged csinálni. Crucible itt van. És akkor nekünk az Unfired kell. Hát pedig jól csináltam. Porcelán clay. Ne szórakozzál már velem. Most mi van? És az milyen különbség a sima clay meg a porcelán clay között? Hát ne szórakozzatok el, hát én így emlékeztem, így is csináltam. Ja, hogy bombmilt kell mellé rakni? Aha, pazaroljunk el. 5 darab bombmilt. Oké, ha már. Legyen neked karácsonyfa. Csak helyezd fel magadnak valahova. Tök mindegy hova, ahova gondoljátok. De nem őt kell, mert számolni se tudsz, amúr. Menjél osztályt ismételni. Mert lesz, hogy olyan 7 darab, mint ide Mekka. Na de mindegy, de 5-öt számoltál, amúr. Gratulálok, ülj le egyes. Oké. Okay. És akkor elméletileg a questet megcsináltuk. Úgyhogy kérem ide a revárdomot. Legyen ez a kis dobozka, meg egy negyed szív. Hogy de királyság! És akkor bele lehet kezdeni abba, hát a Dust in the Windbe ne kezdjünk már bele, a smeltingbe kezdjünk bele. Mi ez a... Is not test. Ja, ezt megcsináltam. Mit kellett csinálni? Jaj, ezt a shiftert! Le kellett grafolni egy shiftert, igazából fa kell hozzá meg, pókháló. Ezen a háttörm a földet, akkor nagy eséllyel ad kukacot, amivel tudok horgászni. Ennyi. Meg nem is tudom, talán meg lehet enni csak mérgez, a fene tudja. Tojás, mint a Rotten Flesh, ezek a kis kukacok. Nem olyan kukac, mint ami a fán van, és az jó nekünk. Oj, figyelitek! Megint bone meal nélkül kinőtt egy fánk. Nagyon királyak vagyunk. Takarékoskodunk a bone meal-lel, mert hogy egyre nagyobb kincs, hogy haladunk előre, mert egyelőre nem nagyon szeretném, ha ide spawnolnának, úgyhogy kifákjáztam, hogy hogy lett fákjám, ha nincs szenem, természetesen faszénből, ugyanúgy el lehet készíteni a fákját, de ezt biztos tudjátok, csak én okoskodok itt. De hogy az nem jutott eszembe, hogy vizet merjek innen a végtelen vízforrásból, de mondom, mire kapcsoltam, akkor áll meg esik az eső, úgyhogy ugyan mindegy, fa kereszt. Na, azt üssük ki ezt a fát, mert ütősek vagyunk amúgy is. Ütünk, mint a vasasztal, akkor a mágnes orrubába lefejeli, vagy fordítva. Bam, 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 bam. Énye, ínye. Oké, le lehet rakni a másik fát, hagy nőjön, amíg akar. Ezek a hülye répák olyan dög lassan nőnek. Komolyan mondom, szerintem ha kín az udvaron elültetném, hamarabb kinőne. Na de hagyjuk. Na még egy halat együnk meg. Persze, egy bombéle vanillába talán. Ez egy nehezített verzió, fiam. Na jó van. Mi a frászt akartunk csinálni? Ja, igen. Nem tudom. Meg kéne nézni a Facebookot. Ja, igen. Hol van nekünk csak egy torch? Na. Valahogy alá kéne gyújtani. Olyan helyre kéne lerakni, ahol alá tudok gyújtani. Bla, 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 bla. Hát mondjuk itt is alá van gyújtva. Erre ráengedi rakni szerintem. Akkor a mellé rakunk egy blokkot. Igen. És akkor ide szerintem ide rakja. És akkor alulról van neki tűz, mert hogy ott egy fákja, nem? Szerintem be. De kiderül, követ kell beleraknunk.
és talán még van kövünk. Talán, nem biztos, talán. Ó, egy kukic. És arra várbogosan néztük meg, van itt még mit csinálni, jaj, de jó, végre megint beindult a dolog, mert mennyit vártam én az esőre, ember, én hülye állat. Na, mi a bánatot akarok én csinálni? Sok felesleges hulladékot kipakolni, ilyen kis szarokat mi a bánatnak tartok én meg, de komolyan. Na, sajnálom kidobni. Itt van két kő, ennyi kövünk van, jó, hát akkor itt kell lesz még földet jártani. Ah, ezt is quest reváltként kaptam, egy szekérféle fát. Sokat térek fel, amikor alapból van a legtöbben, de ezeket mondom, ilyeneket kaptam. Large obsidian bricks, glowstone bricks, obsidian bricks, large glowstone bricks, lapis bricks, bla bla bla. Csak nem tudok vele mit kezdeni. Tudja a bánat fej. Nem érdekel, hogy milyenek. Na, ebből még egyelőre nem tudom mit csinálni, rakjuk el. Megint belezavarodtam, hogy mi a bánatot akartam csinálni. Ja, igen, a festevádot besepelni. Egy pillangó, köszi szépen. Igazából halmegy a gőzöm nincsen, hogy mi a bánatot lehet vele csinálni. Slow flyer, shorter life, rövid élete van. Biztos valami hasonló, mint hogy tenyésztene lehet a méheket, biztos ezekkel a hülye pillangókkal is lehet foglalkozni. De piszkosul nem érdekelnek ezek a csúnya pillangók. Na. Az van, hogy quest. Quest, quest, quest. Ugyebár ebbe kéne raknom követ. Igen, de ahhoz, hogy követ rakjak bele, ahhoz kéne nekem föld, a földből pedig kellene csinálni. Na, használjuk el ezeket a hulladékokat. Jó, ezzel már kezd rothadni a levél. Jó lenne, ha kapnánk vasat. De azt miért kapjuk a vasat, ember? De tényleg. Valamelyik questben, mintha úgy emlékeznék, hogy az a jutalom. De én úgy emlékeztem, ebbe volt ez a jutalom, de itt nem. Itt nem kapcsolunk csak egy negyed szívet, meg valami hulladékot. Hol kapjuk a vasat, mert jó lenne a lombokat leszedni, és akkor sokkal hatékonyabban tudnék földet gyártani. Nem ebbe van, valahol nézzük csak meg. Itt mi az első? Ez a cooking channel-es baromság. Itt ad vasat. Aha. És ehhez mi kell? Juicer, bakeware, mixing bowl. De ehhez is valószínűleg agyagok kell, ennek az ilyen nem kezdtünk bele, meg üveg, meg ilyenek. Na, ja, itt nem tudja megmutatni. Juicer. Juicer, bakeware, mixing bowl. Na, hogy kell megcsinálni ezeket a bánat fejeket? Azt mondja, hogy juicer. Belekezdünk megint minden hulladékba egyszerre. Mondom, juicer, nem... De ez, hát ez juicer. És hol van a juicer? Ott van a juicer. Aha. Stone kell, meg pressure plate. Akkor csak lassan az agarakkal. Kezdjük ezzel. Csak hát egyik a másikat generálja, na mindegy. Ó, itt egy sapling. Megvannak a dörtök, szedjük ki. És nyomassuk át ezen a szitán. Na, mit kaptunk érte? Először is egy csomó követ, másodszor meg semmit. Jó, szokott néha magokat is dobni meg egyebeket, de ne legyünk telhetetlenek, már is van, kettő kövünk. Pressure plate, meg egy égetett kő, ahhoz három kell, tehát ez még kellene nekünk. Csak egyre nagyobb kincs kezd lenni, megint a szaplőnk kezdünk fogyni. Úgyhogy ki kellene ütni a már megnőtt fát. Ebben mondjuk belerakhatunk, hogy legyen lávánk. Á, nem pazarlom most el. Legyen először több. Na még mindig azért... Itt nem lehet őrült sebességgel haladni. Na ez nem az a játék, fiúk. Pedig jó lenne, hogyha ezeket a lombokat hasznosítani tudnám, mert jóval több dört lenne. Mert így kiütöm, és oké, hogy a almát, meg csomó saplingot, de olyan mennyiségű saplingot persze, hogy ha még le is esik, nem ad. Mint ha a lombokat tudnám hasznosítani, és nem is tudom, hogy 4-esével vagy 5-esével beledobálni a rothadó hordóba. A rothasztó hordóba, vagy nem is tudom, hogy magyarítsam. Mert azért ez jóval hatékonyabb. Ó, elállt az eső.
el is felejtettem kirakni, azért nem raktam ki ezt a ilyen esőhang lefolytó bigyulát, hogy halljam, hogy mikor esik az eső, mert vártam, mint a mesíhás, de hogy minek, mert hülye vagy a múr. Okkerfej. Hogy mitől lettünk hetes szintűek, lehet, hogy a halsütögetésért is ad, mert az elnél, amikor elkezdtem bővíteni a placot, és még nem fáklyáztam, hogy akkor, amíg az egyik végébe voltam, másba legenerálódott pár mob, volt íjász közte, volt vagy két zombi, vagy két creepert is le kellett csapnom. Le is csaptam. Nem kell aggódni, nem csipjük őket. Én most miért mászkálok itt körbe, mint azta, és megint van, hál' Istennek, ingyen fánk. Nagyon jó, mármint úgy ingyen fa, hogy nem kellett érte csak egy csemetét, nem pazaroltak a bombilt. Ennek én nagyon-nagyon tudok már őrülni, mint majom a bizonyos görbe farkának. Banánnak? Hát biztos örül a majom a banánnak is. De az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Meg a múr verje szét a lombokat. És tudja másik fát ültetni, mert kell az... azért érdemes odafigyelni egyébként az életcsíkra, mert ez nem úgy van ám, hogy ding-ding-ding-ding-ding, és akkor jelez, hogy haver, enni kéne. Nem, eszében nincs egy szót se szólni, ha ott dög lesz meg, akkor se fogja jelezni a gép, hogy haver, enni kéne. Úgy időnké, főleg ha sokat mozogsz, sokat dolgozol, akkor az életcsíkra oda kell figyelni, mint az állat. Na, verjük a répával a fát. Ki lehet sima. Szerintem a nyuszi is így csinálja az erdőbe. Fog egy répát, és kivágja a fát vele. Ez olyan életszerű egyébként. Tehát még életszerűbb, mint a 10 ujjammal szétkaparni a fát. Tehát az is durva, brutál, nem? Mint valami vampire sorozatba. Csak nekem nem vampire fogam nő. És nem is húrt fogam. Hanem olyan karmaim lesznek, mint az oroszlánnak, és szétszedem a fát. Szerte szét. Na. Pointjár megvolt, lehetne ültetni. Mi? Meg ne csak a szám járjon, hanem a kezem is, és csináljak valami értelmeset az Agravian Skies-ba, ahol megint csesztem elindítani az időt, úgyhogy lehet, legint lesz vagy egy órás rész. Na mindegy. Igazából ez csak nekem gáz, nektek annyira nem. De már megint 3 órán keresztül fogja a gép összetömöríteni a 30-valány gigát másfél gigára, hogy fel tudjam tölteni értelmes sebességgel és minőségben. És intróval, és blablabla, bla, bla, és stb. Na. És most mi a bánatot kéne alkotni? Azt én már nem tudnám megmondani. Ja, ezeket, a kütyüket, aha. És van még kövünk? Még kellene egy kő, bizony. De most megint van saplingunk, mert szétvertünk két fát. Na jó, akkor rothasszunk. Az már rothad is. Már ez is rothad. Oké, szuperság. Szuperség. Szuperség. Majd lesz shake-ünk is. Méghozzá répa vagy almashake? Már nem is emlékszem a juicerből. Nézzük csak meg, mi a másik. Ez a békvér kell még, meg a mixing bowl. Hát azokat meg tudjuk csinálni, mert mondjuk agyak kell hozzá. Na, kiderül mindjárt. Mi is az mixing bowl? Bowl. Itt a mixing bowl. Ó, hát ez semmiség. Ilyen van is. Mixing bowl legyártva. És akkor mi a másik? Az a baker, maker, mi a bánat? Baker, maker. Hogy van az? Nem így van. Ej, bake. De bake az benne van, nem? A béka. Bake bake. Ez az, az mondom én. Bake where? Hú, hogy a bánat egye meg a fejeteket, ehhez meg üveg. 8 darab üveg, és honnan a bánatból? Kell nekem 8 darab homok? A briket szerinted könnyebb? Várjuk, igazad van, mert van egy csomó agyagom. És ugye, bárha az agyagot kisütöm, abból lesz téglám. Na, hát 8 agyagom szerintem simán göröngyösen megvan. Ohohoho, de még hogy? Mondta a télapó is, hogy ho-ho-ho-ho. Aztán leesett a szálról a fejére. És utána már nem mondott ilyeneket. Örült, ha megette a reggeliét az otthonban. Ding, 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 ding. Hát ez holnap estére lesz kész. A bánat meg bírja megvárni, közben lemegy a nap,
Jönnek a hülye zombik majd, de nem jönnek, azt hiszem, mert most olyan szinten körbe fákjáztam mindent, hogy ha ide spawnol valaki, akkor megeszem a fákját. Na. Ha. Mit röhögsz? Azt, hogy megeszem a fákját. Hát így ráharapok. A legicsok szokták meg. Lefertőtlenítem. Lefertőtlenítem belülről a számot vele. És ki kell venni a no. Számot, ki kell upolni. Most akkor mi a bánatér keringek itt, mint... Na, az. Ó, van 14 almám is. Együnk párat. Nem tudom, hogy csinálunk juice-t. Süljön ki a bakevér. Aztán meg kell ezt csinálni, azt a juicer bánatot, igen. De ez csak 4. Ó, elfogyott a fa. A bánatba. A bánatba. Két koble kevés, haver. Szeretnék még gyártani koblékat, hogy megcsináljam a gyógyszert is. Ahhoz meg kell nekem, ugyebár föld. De van gyere, van földünk. Itt van, már megvan a föld. Nyomjuk át a szitán. És dobott követ, ez biztos. Mert valami koppant, megint koppant valami. Ez az. Mást megint nem dobott hely. Helytelen. Nagyon helytelen. De van koblénk. Na most akkor nem kéne elcseszni hülyeségre. Meg kéne pontosan nézni a receptet. A megfelelő mennyiséget kisütni belőle. És a békvérünk még nincs meg, a juicerhez meg, amit... Ja, itt nem mutatja a receptet, hiába kattingatok rá, a fene egye meg. Azt mondja, juicer. Hol van a juicer? Itt van. Kell egy pressure plate, meg egy stone. A pressure plate, ezt jól emlékszem, hogy kettő, igen. Oké. Okay. Van 3 kisütött kő, és... Éjjáó. 1, 2, 3. Oké, csináljuk meg ezt a bakeware-t. Azt hiszem csak körbe rakom így, és akkor bakeware lesz. Ó, bake. Ez valami tepsi, nem? Valami olyasmi. Szuper. Hogy ezeket hogy kell használni, azt tudja a bánat. Én ebbe tudok sütni csak. Shift topic-kel lerakom, belerakom a halat, meg a hernyókat, aztán megsülnek én, meg megeszem. Hernyó. Még simán hernyót is. Figyeljetek csak, hol van hernyó? Itt van. Bla 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 bla. Legutóbb nem tudtam megsütni, mert nem tudtam, hogy kell használni ezt a bánat fejet. De most már tudom. Így akkor egyszerre süti. Ha azt tekkelve rakod, akkor egymás után süti, és sokkal több fát használ el. Na. Ott sül. Nem látszik, hogy mi sül benne, annyira nem jó. Na, megvan a 3. Meg lesz a questünk, királyság lesz, van 8 lapunk. A nyomulapot alulra, ezt ő, és megvan a juicer, da-da-da-dam. És revált, hoff, figyelitek, és akkor mi van? Miért nem tudom megcsinálni? Cooking soap, bla bla bla. Jaj, juicing, kell még csinálni így egy apple juice-t, aha. És, a task, the need, players need stress, vagy hiszem, need find a fellow. És az hogy is kell? Van itt a juicer, meg belerakunk egy almát. Azta, figyelitek! És még üvegbe adja, figyelitek? Ha nagyon királyság, ez mennyit tölt vissza? Ígyük már meg, vagy először csináljuk meg a questet, utána ígyük meg. Claimre vált! Finomság! Na váltsuk csak be az életet, ez remélem nem rotten fél szív. Nem, ez hát ebben nincsen. Rotten, hál' Istennek, de a két fél szívből tudunk egy egészet kraftolni, figyelitek? Szívet kraftolok. Hopsza! És ez nem rotten, come soon to get an extra life. Helyes. Ez lesz talán az 5. életünk. You have 5 remaining. 5 életünk van. Az már királyság, az már alakul. Az már molekuláris. Na, így csak meg ezt juice, ez mit csinál? Mennyit tölt vissza? Egy egészet. Na, akkor csináljunk még csak juice-t. Juice-t akarok. Hagyjunk meg, hogy 2 almát, hát kalmásra. Hoppá, és stackelhető, figyelitek? Na, akkor igyunk. Egészségetekre. 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 Oké, na. Mit rakjunk el? Ezeket a sütő meg ilyen vigyulátorokat.
egyrészt a juice-szeren kívül többit nem is tudom használni, utána kéne majd nézni, biztos ezekkel is meg lehet sütni, meg kraftolni, meg blabla. Ja igen, és nézzük meg, mit kaptunk még. Az iron ingottal majd tudunk lombot vágni, hatékonyabban. Még egy pecabot, ne szívassatok, de most komolyan. Ez már a harmadik vagy a negyedik, és egy fel is robbant a kezembe tényleg, amíg visszaemlékeztek. Tehát a beca a botoktól heróton van több tekintetben is. Egyrészt meg dögumolom használni őket. Na, megmutatom. Mert a horgászat az nekem is olyan, hogy szükséges rossz. Én úgy szoktam, én is láttam, hogy így csinálják mások, felhajítom az égbe, visszaesik. Akkor kb. Oda esik vissza, ahol állsz. Ide viszem a kurzort, ezt a kis X-et, és akkor látom, hogy mikor megy le nagyon, mikor nagyon elkezd mozogni, az még semmi. És amikor... Igen, na. Mikor csapkod egyet a hald, és jönnek a buborékok, akkor megvan a hal. Na, ennyi volt. Fogjunk még egyet? Á, nem, unalmas. Örülök, hogy ilyen gyorsan sikerült. Ezt pedig belevágjuk a sütőbe. 4 skill az már van, igen. De még van 3 juice-unk is. Na, kraftoljunk csak le ilyen lomnyíró kütyüt. És akkor most fogunk egy kis bont minőt használni utána. Hogy is kell ezt a sér vagy biabánatot? Itt van, megvan a sér, ez az olló. Zsoké. Jól van. És bombit most bizony fogunk használni. Kinevesszük a fákat, lenyírjuk a lombjukat. Ó, most elsőre. Figyeljétek, ezt szeressük. Lehet az ime vízom mellette. Most nem elsőre, nem is másodikra, nem is harmadik. Harmadikra! Azt a óriás fa! Ezt elég lesz szétszedni, de legalább van bőven levele, meg fája, meg mindene. És akkor... Igaz, hogy ez nem dob almát, vagy dob almát, ez is, mert megvan a lomb. Ah, de hogy nem dob ez minden. Királyság van. Hú, de nagy királyság van. Lesz annyi mindenünk, mint állat. Ne mondd már, hogy nem szeret fel azért. Szedjük a lombot, szedjük a lombot, amurra. Szedjük a lombot, szedjük a lombot, a lombszedők vagyunk. Egyébként azért vagyok annyira oda, hogy befejezzem ilyenkor is a fát is kiszedjem. Mert ugyebár most már nem bómmillal akarok növeszteni alapból. Most csak hogy gyorsan szerezzünk lombot, azért csináltam. De alapból nem így csináljuk, hanem ott a víz mellette. De egyébként szerintem már megint hosszúra nyúlt ez a videót, úgyhogy itt befejezzük. Sziasztok! Amur voltam!